Egy szolnoki férfi pénzt kért egy számára ismeretlen tápió györgyei lakostól az új szászi vasútállomáson, aki megtagadta ezt, ezért az elkövető ököllel vállon ütötte. Hiába kapott aztán 500 forintot az agresszív férfi, keveselte, ezért arcul csapta a sértettet. Időközben odaérkezett a tápió györgyei férfi sógora, aki, hogy mentse rokonát további 5000 forintot adott át a fenyegetőzőnek. A bűncselekményt a vonat megérkezése szakította meg, amire a sértett felszállt, majd otthonról tette feljelentését. A rendőrök rablás büntet elkövetése miatt hallgatták ki a gyanúsítottat, aki jelenleg is letartóztatását tölti a büntetés végrehajtási intézetben. A nyomozók a bűnügy vizsgálatát befejezték és vádemelési javaslattal megküldték az iratokat az ügyészségnek.